A folytatásban is maradunk a Márton Nap témakörében, méghozzá a bor párosításokra fogunk válaszokat kapni, reményeink szerint. <laughs> Igen, a Vanda étel és borháznál egészen november 27-ig várják liba vacsorával a vendégeket a különleges fogásokról. Kerencki Attila borász szakáccsal fogunk beszélgetni, aki már itt ül velünk néhány bor és pohár társaságában. Szia, köszöntünk Szia. a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket is. Hát, hogyan készültetek a Márton Napra, és uh, mi számít kihagyhatatlan fogásnak a menüsorból? Az egyik legjobb menü egyébként, amit készíthetünk az egész évben, ez nagyon tetszik nekem egyébként ez a mártonnapi libáskodás, ezt minden névben megcsináljuk. Hát mindenképpen a, a libamáj az egy olyan alapanyag, amit kihagyhatatlan. Úgyhogy ebből mi egy libamáj terint készítettünk, egy kis tauniport portóival. Úgyhogy egy eléggé különleges kis zöld borssal nagyon jól sikerült, ahhoz pedig egy birsalma, lekvár és egy kis gyömbérdukát még, és ütöttünk hozzá friss vajas kalácsot, úgyhogy ez volt az előétel, ha már itt az előbb beszéltünk arról, hogy incsiklandóak ezek a ez dolgok. csak az előétel, <laughs> csak mondom, Petra. <laughs> Igen, ez az, az előétel, ehhez adtunk egyébként egy új bort, egy új sárdonét, nagyon-nagyon jó volt. A pláne amiatt is, hogy nem volt még kierjedve szárazra, úgyhogy volt egy kis maradék cukra, úgyhogy ez kifejezetten jó állt ennek a liba májételnek. Aztán utána a következő fogás az nem egy hagyományos, inkább egy, talán egy picit talán trendibb leves volt, egy tárkonyos libaragú levest készítettem. Ehhez is adtunk egy bort, ez a csillagment. És aztán utána folytattuk a főétellel, ugye, hát a klasszikus fogás az pedig egy... Eh, átalakítottam egy picit ezt a, a párolt káposzta ételt, úgyhogy abból csináltam egy párolt káposzta az volt, és egy kis bikavé redukciós mártást adtunk hozzá, és eh, libacomb, illetve libamel volt ropogósra sütve, amit előtte konfitáltam. Ez is nagyon jó ment, és hozzá pedig egy jó bikavért adtunk az egy nálunk kékfrankos és szirál az alapja ennek a borvidéki kiemelt küvének. Nagyon szeretjük, és a vendégeknek is nagyon tetszett hozzá. Utána azért, hogy egy kicsit könnyítsünk az emésztésen, készítettünk... Libatol! A... Igen, az is jó lett volna. De itt másikat változtattunk, inkább Láva. más módszert. Én. Inkább egy szorbét adtunk a vendégeknek, Na. egy citrom ezzel a rozátóval, a fricántéval. ezt még mi nem csinálunk, ezért gondoltam, hogy az a legjobb, hogyha egy jó ö, olasz fricántéval készítjük el ezt a mentás ö, citromszorbét, az egy ilyen emésztéssegítő, majdnem olyan jó, mint a libatol, de talán picit kellemesebb, mert ez befelé megy. Jaj, de remélem, meg, hogy a libatollal ható? írtátok meg a menüt. Ja, igen. Hú, nem akarok illúzióromból lenni, főleg, hogy én nagyon nagyon szeretem a húst és mindent, amit most felsoroltál, de mi történik akkor, hogyha valaki olyan megy hozzátok, aki vegetáriánus? Azt kikülditek, hogy hát bocs, most már tonnapi menü van. Én nagy valószínűséggel elő nem fog már tonnapra eljönni. Mm -hmm. Tehát azért a köret miatt se? Liba, liba, vacsorát azt nehéz megcsinálni liba nélkül. És vegetáriánusan. Tehát, persze. hogy ezt... De máskor, amikor nem ünnepesz kapcsolódik, akkor, csinálunk, adik, persze, akkor, csinálunk. akkor nem küldjétek el a Na és inkább, mert a vandapáram ősem, egy nagy húsevő, tehát rendszeresen készítek különféle zöldségételeket is, tehát a, például ez a zöldséges lezány ez egy kifejezetten jó, jó kis étel, de hát az, akár a főzelékeket, a rakott zöldségeket. Ugye ez a vegán, vegetáriánus, ez is egy érdekes, tehát nagyon sok olyan vegetáriánus jön, aki a végén azért eszik egy kis sajtott egy kis, tehát ezeket úgy nem nagyon tudom értelmezni mindig, de a lényeg az, hogy még a libamáját is van, aki nem belefér a vegetárián. Az menüben, a bormányiség, tehát... hogy talán még egy vegán is meggondolja magát. Igen, igen, igen. És egyébként a menü végén pedig egy természetes édes, vörös, egy kései kék frankos volt a, a Ludlá fantáziához, ezt találta ki az egyik barátunknak a párja, mert nem egy klasszikus Ludlá tortát adtunk, hanem egy jó kis főzött Megyet készített a lányunk Zsófi, és ahhoz főztünk egy párizsi krémet, és ahhoz volt egy ilyen kis oreország szárított, kekszerű morzsalék, amit mellé tálaltunk, de nagyon tetszett ez is a vendégeknek. A Mártonnap a hagyományokról szól, de azért itt a modernség felütötte a fejét a menüben, úgy érzem. Ezt mennyire igénylik egyébként, hogyan látod a vendégek Mártonnap kapcsán? Hát gondolom ezt vendége vált, válogatja. Nem, nem, teljesen alakítjuk ezt át azért, tehát azért, azért jó, ez házi tésztával készült ez a, ez a legyen a tésztát egyébként régebben is adtak már ez a menühöz, Ugye ez nem egy teljesen újdonság, talán ez a tállási forma, a kápusztával egyébként az úgy nagyon extrémül és jól nézett ki, mert tényleg igazi lila színe volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként, hogy itt nem feltétlenül van. Nyilván, hogy vannak olyan, olyan éttermek, ahol, ahol mindent Modernizálnak, illetve illetve átalakítanak. Mi nem az a, az irány vagyunk, de egyébként az, az is érdekes, és én azt is szívesen megkóstolnám, hogyha olyan helyzetbe kerülnék, de azt gondolom, hogy nekünk ez így egyelőre tetszik, ezek a hagyományosabb ételek. Ezért kicsi, is... kicsi változtatással így van. Ezért is kérdeztem, mert manapság talán nagy divatja van ennek a mindent újra gondolva hullámnak. Igen, ennek apukámmal, meg a mindig égnek áll a hajó, ugye ő mestercukrász és, és séf is volt, úgyhogy ezeket mindig, mindig ő is egy kicsit fenntartása fogadja, én is azt gondolom egyébként, hogy az újragondolás az legyen inkább akkor egy másik étel, tehát hogy nem vagyok abban biztos, hogy baj az, hogyha a csirkepörköltet, az csirkepörköltnek látjuk a tányéron, nem pedig valami molekuláris gasztrómiából. olyan párhuzamot kezdtem el így látni, egy a zenével kapcsolatban, ugyanez a zenevilágban, és amikor már a 628. zenekar dolgozza fel ugyanazt a névdalt, és még mindig van rajta, ez most nagyon jól idevágott szerintem, elnézést, zárójel bezárva. Ez, egy, ez, is egy személyes kérdés lesz, vagy hát engem érdekel, hogy mi az a ludaskása? Mert azt is szoktam hallani, hogy ilyenkor azt készítenek. Az a lude, a belsőségekből, meg egyébként ilyen tépett húsokból, olyan, mint egy rizses hús gyakorlatilag, nagyjából ez. És ezt se kell újra gondolni. Ezt se feltétlenül, igen. Azt ez is egy finom, jó kis étel nagyon egyébként. Megkóstolom majd ezt is. Az évnek többi ünnepével kapcsolatban is szoktatok ilyen tematikus vacsorákat rendezni? Igen, igen, rendszeresen. Most ugye közeledik a tél, ugye a disznóvágás időszakot, mindig csinálunk disznóvágást is, úgyhogy disznótoros ételeket is készítünk. Ezeket se gondoljuk túl annyira, úgyhogy ott is igyekszünk azért a, inkább a hagyomány, de, de, modern jó ízű, könnyedebb egy picit, nem feltétlenül lesznek ezek túl zsírosak, túl hanem egy, hanem egy, ilyen elképesztő jó, könnyed, de, de nagyon jó ízű ételt akarok csinálni ezekből is. Úgyhogy ezeket csináljuk mindenképpen. Aztán jönnek a karácsonyi ételek, úgyhogy azokhoz is lehet gondolkodni, már Zsófi elkezdte lesütni az első beigliket, úgyhogy vannak ilyen tesztbeiglieink, hogyha felénk látogatnak a hölgyek. Nagyon szívesen leteszteljük. Is, igen, igen, nagyon szeretünk beigliket tesztelni. Ha van valami, amihez keren értünk. Is, keren keren, is, igen, jó, jó, foglalkozást létrehozni egy ilyen beigli tesztelő, vagy igen. valami hasonló. Az jó. Még a étel párosítások kapcsán milyen szempontokat vesztek figyelembe, hogy könnyebb mondjuk először a bortételsort megalkotni, vagy ételekhez borokat ajánlani? Hát alapvetően mind a kettőre van gyakorlat természetesen. A, amikor borvacsorát csinálunk, akkor alapvetően a kiindulási alap az az, hogy a a bornak mik a jellemvonásai, mik a karaktere, mik az ízei, mi a savai, mennyire gyümölcsös, mennyire hordós érlelésű esetleg, mennyire fás, mennyire telt, milyen alkoholtartalma van, milyen fajtából készül, és akkor ahhoz kell összehangolni a, a fűszerezést, a hús alapanyagot, vagy zöldség alapanyagot, tehát hogy azokat az ízeket mutassuk meg, amiket a bor egyébként hordoz is. És hogyha, ugye én igaz szoktam mondani, hogy, hogy úgy érdemes kóstolni egy borvacsorán, hogyha az ember a tányéron, ami van, abból mindegyikből vesz, mert egyébként az mindegyik eleme kell, hogy legyen annak, hogy a bort megfelelőképpen támogassa. Hogyha iszik egy bort és hozzáeszi ezt a falatot, és ezt összerága, és abból egy jó harmonikus íz kerekedik ki, akkor az, az azt jelenti, hogy jól találtuk az ízvilágot. Ez nagyon jól hangzik. Mikor lesz ez a disznóvágás nálatok, amire én Az december 10-én lesz, de borvacsoránk az pedig például rendszeresen van. Tehát ott mi két főnek is készítünk borvacsorát. Tehát érdemes követni titeket a... A, a Facebookon, a Vanda is volt <laughs> étel és borház oldalon, igen, ott is, Instagramon is, TikTokon is, mindenhol vagyunk. Wow. Úgyhogy dolgozunk ezen, hogy legyen vendég. Egyre jobban ö, ö, nyitottak erre az emberek, és szeretik egyébként ezeket a borvacsoráinkat, ezek ilyen fogásos borvacsorák, nagyon, nagyon kellemes, jó társaságok szoktak összejönni. Meg szoktunk, bocsánat, elnézést, szoktunk csinálni, például különféle ilyen fish and chips esteket is kitaláltunk, már, megyünk esetleg olasz irányba, esetleg indiaiba, tájba, amilyet kitalálunk. Én muszáj megkérdeznem, a desszertek kapcsán, ugye desszertet is említettél. A a petra mennyire nehéz, fog igen, az ételekhez. <laughs> mennyire nehéz beilleszteni a Márton napi menübe? A desszertet? Igen. Hát igazából ez a klasszikus ludláb az mindenképpen beillik, de, de egyébként nem gondolom, hogy nehéz lehet ugye a libamájjal is asszociálni meg ezekkel a húsokkal, tehát lehet hozzá abszolút készíteni jó deszerteket, jó pohárkrémeket, egy jó, jó mascarpone krémet például abszolút hozzá tudok képzelni. Akkor azt mindegy, amikor már egy van. Van. jól lakott a De a fontos, hogy könnyű. Igen, legyen. de egyébként Igen. akár Igen. egyébként egy sajtválogatást is hozzá lehet tenni a végére, úgyhogy az is. Az is. Mm. A deszert az egyébként az, az, szerintem az mindig kell, ahogy szokták mondani, hogy nincs kezés deszert nélkül. Tehát az Milyen valahogy lecsúszik. az, még az így van. És a záró akkord, <laughs> már megint az bocsánat, <laughs> jó szakmai értalom. Hát köszönjük szépen a beszélgetést, és itt voltál. A velünk. még annyit mesélhetek, Igen. hogy az miért van, hogy Három ugyanolyan poharat hoztam? Nem. Majd nem esélyhetsz, nem mondtad, igen. A kustoló Ez az a pohár, ami, ami e, egri pohára avanzsált, ezt egyébként a Riedel fejlesztette, aki a világ legjobb poharait készíti. Ez egy olyan család, aki 60 éve azzal foglalkozik, hogy a különféle szőlőfajtákból készült borokhoz ahhoz megfelelő poharakat fejleszt. Ezelőtt három évvel egy másfélszerekkorát, az egy 1,2 literes pohár volt. Ennek a formájából az volt az eredeti 001-es pohár, ami arra készült, hogy a világ szőlőfajtáinak a 80%-ához megfelelő legyen. Aztán a méretet lecsökkentették, és most ez az a méret, amit egyébként mindenhez, az édesboroktól, a rozékon, a fehéren, a, a vöröseken keresztül mindenhez lehet használni nagyon-nagyon jól illik hozzá a, illik a bikavérhez kifejezetten, úgyhogy nagyon, szerintem ez egy jó szakmai döntés volt az egri pohárnak, illetve a bikavér pohárnak ez a választás. Mert ezt szakemberek rakták össze, és érdemes akkor azokra hallgatni, mert ők már ezt azért tudják, meg kitapasztalták. És szépen néz ki, nagyon gusztusos, és, és, és szerintem biztos lehet rajta zenélni is. <laughs> a zene <laughs> már megint. Ezen bármit lehet csinálni tulajdonképpen, <laughs> igen, még én, még is lehet. <laughs> Na, hát. <laughs> És ez hogy lehet, hogy minden bortípushoz megfelelő ez a fajta pohár? Hát ezen ugye Kufsteinben van a riedelgyár, ők ö, nagyon sok szomeliével dolgoznak, és ők, hát ezt két éven keresztül tesztelték ki, hogy mi az az optimális. Ugye három paraméter határozza meg a pohár alakját, illetve hogy a végső formája az milyen lesz az adott szőlőfajtához, az a, a beömlő keresztmetszet, a belső átmérő és a magasság. Ez a három paraméter, ami változó mindig. Úgyhogy ez úgy néz ki egyébként egy ilyen teszt, hogy mondjuk ugyanazt a bort beletöltik, 20 valahány különféle pohárba. A, az ice Vine, a sautern, a portvány, a sauvignon blanc, a sárdoni, a mindegyik pohárba ugyanazt, és elindulnak körönként, és kirakosgatnak két-két. Ez a munka hogy ezt kóstolja, Igen. hogy melyikből milyen. <laughs> Nem tudod, milyen jó munkája Nekem van, volt. Ja, Szerencsém, mikor egyébként a tokai poharat teszteltük, akkor, akkor volt ilyen jó, szakmát váltok. Elgondolkoztam, <laughs> hogy... A lényeg az, hogy azért ez egy két éves munka, végén marad egy-két-három olyan forma, amit még csiszolnak, és aztán, aztán megtalálják azt a formát, ami, ami valóban nem százszázalékos, mert ugye a százszázalékos az a fajta pohár. Például egy Noir pohárból lesz az optimális a Noir. Viszont ez egy 80 százalék élményt fog nyújtani, ami egyébként sokkal több, mint hogyha egy átlag... Akármilyen más, milyen poharat tennének az asztalra. Meg egyszerűbb, hogy egyféle van otthon, mondjuk, és akkor. E igen, de sok étteremnél ez okozott gondot, és ez az nekik, is, nekik is lett fejlesztve többek között, mert mi ugyan tartunk Pinot noir és 002-es poharat, és tartunk bordói por, borhoz való poharat, és meg, meg édes borhoz való poharat, de de nyilván, hogy ez a legpraktikusabb, legegyszerűbb. Mi 21 éve dolgozunk Riddellel, én nagyon szeretem is a vendégeket, és mindig egyébként elkepláztatja azt, hogy például ugyanazt a bort beleöntöm neki két különféle bohárba, és akkor már azt nem fogja feltétlenül megmondani, hogy mi a különbség, de azt észreveszi, hogy van. És az egyikből kellemesebb az illat, és az íz a másikból pedig mm -hmm. nem annyira. Na, tehát van étel és borház. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük. Én is köszönöm szépen a meghívást.